sportosat. Híradónk vendége Kis László, labdarúgó edző. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, Józsi, szia. Hogy vagy? Egészséged? Hát egészségem az meg van rendben. Rendben van. Végig izgultad akkor a magyar skót mérkőzést, ugye itt az Európa-bajnokságon? Hát én már nagyon régen nem izgulok a meccseken. Nem. Na, a vége az eléggé drámaira sikeredett. A vége, igen, az utolsó. A sérülés utáni 20-15 perc az igen. De a többi az, avval a meccse vallatni lehetett volna. Olvastam egy megjegyzéset pont a meccsel kapcsolatban, hogy igazából nagyon szakmai dolgokban nem akarsz belemenni, mert nem akarsz ebből vitát, nem akarsz ebből sértődést. Most nagyon nehéz is szakmailag igazából ezt a dolgot értékelni, ami ott folyik az Európa-bajnokságon, mert ha jól látom, és javítsák, hogyha valakiből akarnak, sztárt csinálnak, valakiből akarnak, akkor nem mindig mit nyújt a pályán, tehát nem ez számít ma már. Hát ez így ez nagyon... Sarkos? Nagyon le van sarkosítva. Igen, is, hogy nagyon érthetőbb legyen. Azért is pár éve írogatok magamnak egy héten egyszer-kétszer egy pár mondatot, és tegnap este ezen én is felültem erre az érzelmi hullámhosszra, amit a meccs utolsó 15 percen nyújtott. De aztán, amikor vége lett, rögtön le is kapcsoltam, éppen azért, hogy bennem csak a szakmai rész maradjon meg, mert elég elviselni azt, amit a meccs előtt meg a meccs közben van a tévék képernyőjén. Azt elviselni, ahhoz kellene. Nem? Várjál, te most hanggal, magyar hanggal nézted a meccset? Hát nagyon halkan mert hallgattam. Ezt nem nagyon jellemző, nem, tudom. Nem, borzalmas volt, de ez én véleményem, ez nem érdekes. De én úgy látom, hogy ez az Európa-bajnokság, ez talán minden idők legjobb Európa-bajnoksága. Na. Mondom ezt akkor is, hogyha láttuk a franciák, milyen teljesítményt nyújtottak, az angolok. Hát igen, még az. És amire egyébként van magyarázat, az olaszok, ugye, van magyarázat, ugye, ők tovább gondolkodnak az első három meccsnél, nekik más forma. Az angoloknál meg a fáradtságra hivatkoznak. Nem is, azok más dolgok más lehetnek. Adott, de ez majd kifelé legalábbis. Ilyen jó játékosok, ilyen rosszul nem játszhatnak, ez a tény. De ha azt nézzük, hogy ők tovább gondolkodnak, tehát ők a négybe jutásig gondolkodnak, akkor nekik más munkát kell csinálni. Tehát vannak ennek szakmai okai, de hogy ilyen rosszul játszanak, az elképzelhetetlen. Én inkább azt mondanám, hogy első között voltam, talán egyetlen voltam, aki ezekben az írásaim során tükröt megköszöntem a szövetségi kapitánynak, azt a tükröt, amit a magyar edzők elé tárt. Azaz, mire gondolsz itt konkrétan? Hát, hogy fölépített a semmiből valamit, ami egészen a selejtező csoport utolsó meccse utánig működött, és elmondtam, hogy én ezt nagyon nagyra tartom, és hogy ebbe a tükörbe minden magyar edzőnek bele kell nézni. Aztán amikor jöttek ezek a, elindult ez a Európa-bajnokság, az első meccs, aztán inkább a második meccs után már azt mondtam, hogy kijöttünk a gödörből, az igaz, ami az utolsó Európa-bajnoki meccs, utolsó meccse után lezárult egy korszak, ami nagyon felfelé ívelt, és úgy nézett ki, hogy kijöttünk a gödörből, de ez az Európa-bajnokság nekem azt mutatta meg, hogy nem. Még mindig a gödörben vagyunk, és ugye ne felejtsük el, a többiek meg azért más szintről indulva folyamatosan fejlődnek tovább. És én ezt látom. Uh-huh. Abban a futballban, amit a grúzok, a szlovákok, a szlovének játszanak, a csehek, a szervek, a szlovákokat már említettem, az olyan új színfoltja ennek az Európa-bajnokságnak, hogy az valami borzasztó. És épp ezért mondom azt, hogy majd egy 2-3 hét múlva csinálok egy szakmai összegzést, azt mindenképpen el fogom mondani, hogy
mi ezektől nagyon messze vagyunk. Ezen a két meccsen, az első két meccs alapján egészen biztos. Hogy mi történt az első meccs előtt, után, alatt, közbe, azt nagyon nehéz így utólag rekonstruálni, mert nem vagyunk ott. De ott olyan súlyos hibák jöttek elő, ami egy ilyen tapasztalt edzőnek, mint a mostani Magyar Szövetségi Kapitány, nem tudom, hogy hogyan jöhetett elő. Mondom, én szakmailag nagyon magas, nagyon nagyra tartom, éppen ezért talán nem érthető az, amit csinál. Az első meccsre összeállított egy nosztalgia válogatottat. Egy nosztalgia válogatottat, ami érthetetlen volt. Egyesek azt mondják, nem tudom, hogy igaz-e, lehet-e ilyen, hogy külső emberek, menedzserek súgása is belejátszott ebbe. Mert olyanok is játszottak, akiknek állítólag már nincs csapatuk, vagy lesz csapatuk, de az nem jó. Tehát nem tudom, vannak ilyen dolgok elképzelhető? Válogatott, pontosan válogatott szinten. Nem tartom hihetőnek. Nem tartom hihetőnek, bár nem lennék meglepődne, hogyha lenne, de ez a legkisebb. Melyet beszélnek itt, ilyet is, hogy magyarázzák ugye több olyan játékosnak a... akit betett, ugye, akik tudta, hogy nincsenek formában, nem játszanak. Nem nagyon, ezt nem nagyon. Tehát akkor nem ezért, ez csak szóbeszéd, hanem akkor csak pusztán beleszeretett a játékosaiba, mint edző. Azra nincsen gond, de hát profi szinten kell akkor is gondolkodni, nem kellett volna ezt érzelmet belevinni. Én már hónapokkal az Európa bajnoki csoportkör lezárása után azt mondtam, hogyha nem fog kicserélni 2-3 embert, akkor problémák lesznek. Pár héttel ezelőtt megtette ugyanezt Mezei György is, és blám, mind a kettőnek valahol igaza lett. Uh-huh. Amikor megláttam az összeállítást, illetve először a legnagyobb probléma nálam az volt, amikor kicserélte a két kapust. Semmi nem indokolta a Dibusznak a menesztését. Ugye ő arról nem tehetett, hogy az vetétársa megsérült, 15 hónapig nem védett. Ő vette át a szerepét, és nagyon-nagyon jól helytállt. Tehát azt a szanszot meg kellett volna neki is adni, hogy az első hibáig védjen ő. Nem kapta meg, nem tudjuk, hogy miért. Az nem indok, hogy a Gulácsi esetleg a Bundesligába véd, a Dénes meg a Magyar Bajnokságban, ennek semmi köze nincs, itt valami másnak kellett történni. Aztán a Fiola ugye egy 3 hónapos sérülés után minden meccs nélkül bekerül a csapatba, a Szalai, aki egy év alatt 7 meccset játszott összesen, és a legnagyobb probléma nekem a Nagy Ádám, akinek a játék az egyenlő a nullával, az én véleményem szerint. Aki a olasz B bajnokság, az utolsó helyen bemaradó csapatnak a tagja. Annál a magyar futball nem tud egy jobb játékos kitenni, egy jobb játékost betenni. Mit mutat ez a magyar fiataloknak? Mit mutat ez a ma játszó magyar gyerekeknek? Nem baj, csak játsszák kint külföldön, akárhol játszol, itthon válogatott lehetsz. Így a magyar futballt nem fogjuk tudni felemelni. A németek ellen már egy kicsivel összetettebb volt a csapat, de ahhoz a játékhoz képest, amit előzőleg a németek ellen játszottunk, ahhoz nagyon-nagyon messze voltunk. Amit meg tegnap láttunk, az 70 percig avval a meccse vallatni lehetett. Szörnyű volt nézni is, mind a két csapat részéről, hangsúlyozom, mind a két csapat részéről. De ha előzőekben is kellett volna erről a csoportról beszélni, akkor azt mondtam volna, hogy ez az egyetlen csapat, a Skót, akit reálisan mi meg tudunk verni. A svájciaknál ott azért megkérdezném azt az illetőt, aki a svájciakat feltérképezte, hogy mit látott, vagy milyen meccset nézett, mert hogy egy nem arra számító összeállításra 3 percben ne tudjanak reagálni egy kispad. Ott valami botrány, az botrány. Ki is kaptunk simán 3-1-re, úgyhogy az első fél időben a pályán nem voltunk, nem találtuk, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. De tegnap egy 70 perc után azért kijött a két játékos állomány közötti minőségi különbség. Hála Istennek a mi javunkra. És az, hogy a Soboslai sérülten végigjátszott a meccset, az nagyon nagy felelőtlenség volt. És viszont ezt kompenzálta az, hogy becserélték ugye a Csobotot. A Csobotnál azért szeretném megjegyezni, hogy legyek büszke rá.
2011-ben, mikor Berlinben voltam a Pécs ifjúsági játékosaival, meg serdülő játékosaival, mint egy 40 játékossal és edzővel Hertánál, akkor ez a fiú akkor is ott volt. És már akkor mondták a hertások is, hogy egy milyen tehetséges játékos. Már kellett hozzá 10-valahány év, hogy ebből valóság legyen. Tegnap az gyönyörűen megjátszott a labdát, és aztán be is fejezte. Akkor most várj, most csak egy kis záróját, most tegyünk jó az EB mögé, Csobot. Miért van az, hogy mi kell ahhoz, hogy akkor aki ilyen tehetség, akit láttál, hogy ilyen kutyaütő módon futballozzon például a bajnokságban, amit játszott Újpesten, akkor mi kell ahhoz, hogy kijöjjön egy tehetségből a tehetség? Ez egy nagyon rosszul feltett kérdés, mert azért az Újpest, ebben az Újpestben jó játszani az egy... Na akkor mondd el! Ebben a minőségi... Tehát akkor a tehetség a minőségi, csak akkor jó, hogyha mellette is jók játszanak? Hát legalább, a legkevesebb. Itt azért a gyereknél más, tegnapi becserélés az azért más volt. Kellett egy olyan gyerek, aki tud futni, aki gyors. Ezért volt állítva. Ezért lett beállítva és bejött. Itt most verhetné a szövetségi kapitánya mellét, hogy milyen jó döntött. Igen, verje is. Jó döntött. Ez volt a csere. És aztán, hogy végül is eredményes volt, ez még inkább emeli az értékét. Visszatérve az Újpestre, hát az Újpest, most már 50 éve vagyok edző, meg előtte azért már futballozgattam valamit. Én még ilyen rossz Újpestet soha nem láttam, mint ami. Jó, nem is az Újpest gyerek engem, csak az, hogy ez a tehetségből... Ez a gyerek nem tud annyit, hogy ő a hátán elvigye az Újpestet. Aha, akkor ezt kell mondani. Hát mondom én, hát ennyit nem tud a gyerek, hogy ő a hátán elvigye az Újpestet. Tehát az egész Újpest egy paródiája volt annak az Újpestnek, amiről mi beszélünk. Igen. Ami a Európa egyik legjobb csapata. Tehát a Csabot jó, de ő csak egy jó... Ő csak egy olyan csapatban tud jó játszani, amelyik viszi őt is ő magával. Ő csak egy kis fog a fogas kerékből. Hát igen, ő is viszi, a csapat viszi magával. Így ő nem van, tudja a csapatot elvinni, mert annyit nem tud. Uh-huh. Értem. Jó, ugye most abban nem menjünk bele, mert butaság is lenne, most mindenki számolgat, hogy most tovább jutunk-e, nem jutunk tovább a csoportból, inkább úgy teszem fel a kérdést, mert ugye mindegyikre már volt példa, hogy tovább jutottunk a Európa bajnokságon a csoportból, meg volt arra is példa a legutóbb, hogy nem jutottunk tovább. Én, megnézve a statisztikát... Legutóbb a belgákkal játszottunk. 4-0-ra ki is kaptunk. Igen, onnan nem mentünk tovább. Tehát ha így van, azt mondom, de volt olyan is, amikor csoportba ragadtunk. Az volt legutóbb. Azelőtt volt a belga... Nem változott semmi. Utána a magyar futballunk, az Európa-bajnokságok után, mindegy, hogy végeztünk, vissza lement a mocsárba, hogy fogalmaztál. Megnéztem az eredményeket, miket játszottunk az Európa-bajnokságokat követő évben. Most magyarul, most mi fog történni? Mi történik akkor, ha most mégiscsak van olyan szerencséje a magyar labdarúgó válogatottnak, hogy a 24 főből bekerül abba a 16 főbe, amelyik még talpon marad. Mert ez sem egy nagy dolog egyébként, 24-ből 16 megy tovább. Tehát nem egy nagy sportérték. De mi történik akkor? Semmi nem fog változni. Fog valami változni most már végre? Itt a kérdésem ez, mert eddig nem változott. Se akkor, ha bemaragadtunk a csoportba, sem akkor, amikor kijöttünk, meg népünnepei volt a körúton, meg minden, hurrá hangulat, és nem változott semmit a magyar futball. A kérdésedben benne van a válasz is egyúttal. Én, aki a szakmára nagyon kényes vagyok, én azt mondom, hogy az a válogatott csapat, ahol nincs egy elmélyült elemző munka arról, hogy hol tartunk most, és hova akarunk eljutni, akkor ott ez, amiket te elmondtál problémák, ezek mindig jelentkezik, folyamatosan jelen vannak. Az, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésében nincs egy szakember sem, szakembert mondok, aki ezekre az előttem, egy pár perc előbb felsoroltakat nem mondja a szövetségi kapitány szemébe, egy ülésen, ahol vita van esetleg, akkor az a labdarúgás nem számíthat semmiféle jóra. Nem tudjuk kielemezni, hogy még azt sem tudjuk pontosan, hogy hol tartunk ma. Uh-huh. Azt sem tudjuk, hova akarunk eljutni. Mondok egy eklatáns példát. Hatalmas pénzt költöttünk az utánpótlás akadémiákra.
Tegnap a magyar válogatottban két olyan akadémista játszott, aki egy kis vidéki klubba a 1%-át a többi klubnak kapó pénzből két válogatott játékos játszott, a Szoboszlai és a Bolla. Ez egy kis székesfehérvári műhely. Nem. Na most álljunk meg. Ki volt a harmadik? Csobot. Az nem ott játszott. Ő azt mondja, azt nyilatkozta most, hogy ott volt, és hogy ezért jó a kapcsolatuk a Szoboszlaival, mert ott volt. Pécsről oda került föl, igen. Akkor álljunk meg, mert akkor három. Akkor ez még inkább kiemeli azt, amit én mondtam, hogy a többi milliárdokkal megtámogatott akadémiák, hát miért nem tudnak legalább egyet? Minden évben egyet. Igen, mert a működést megnézed, ott az édesapa irányította. Nem mindegy, hogy központilag csinálunk valamit, vagy helyileg. Teljesen más. Hidd el, mert teljesen mások a lehetőségei az adott akadémiát irányítónak ott, ahol felülről van a főnökség, mint ott, ahol én, mint apa, enyém a klub, és én döntöm, hogy te reggeltől reggelig nyugodtan ott lehetsz. Ezt elmondta a Gálaci is, neki is a fia is ott volt. Pont ez volt a sikerek kulcsa, hogy ott nem szóltak oda, hogy most gyerekként a pályáról. Hogy a Ferencvárosnál azt mondja, a utánpótlás szakágvezető, hogy reggel 8-tól este 6-ig edzés, akkor ez nincs meg a Ferencvárosnál, te azt hiszed? Megvan? Reggel-estig? Azért nincs meg, mert olyan vezető van, aki ezt nem tudja elérni. Ezt nem lehet elérni. Hát dehogy nem lehet elérni. Úgy lehet, hogy a magánkézben van minden. Ennyi milliárdból van, ennyi itt van, de ez könnyebb volt, azért sikerült onnan. Én ezt nem osztom, ezt a véleményt nem osztom. Én inkább a munka minőségét. Én a munka minőségét emelném ki. Az már csak a... Minőségileg talán jobb a munkát lehet végezni azokon a helyeken, amiket te említesz, mint ezeken a nagyon-nagyon befizetett akadémiáknál. Na most ugye én ezt már többször elmondtam ezekben a műsorokban, amióta járok hozzá, hogy a magyar futballba beöntött pénz az nem hasznosul. Nem hasznosul. Tehát itt te hiába öntenek be ennyi pénzt, hanem jön ki évente egy-egy, két-három játékos, akkor nem tudunk velem, semmit nem érünk. És a három edésze, a 75%-a abba hagyja a futballt. Tehát 19-es korában abba hagyja a futballt. Tehát akkor itt nem értünk el semmit. Mint ahogy mondtam neked, amikor kezdtük, hogy alternatíve a sportot nem lehet csinálni. A sportot csak úgy lehet csinálni, ami tegnap este történt. Hogy elmentünk a mínuszból a legmagasabb pontig, és egy éjfél körül mindenki meg volt örülve az országban, úgy örült. Ez a lényege a sportnak. Na most akkor, hogyha ez állami, a politika benne van, akkor ezt nagyon nehéz csinálni. Amire te akartál kilukadni, én azt pontosan értem. A Szoboszlaiéknál nem volt politika, a másik helyen van politika. Azért is kap a Szoboszlai Társaság egy tizedét annak, amit a többi akadémia, mert nincs benne ebbe a vonulatban. De hát ezt ők választották ezen. Nekik olyan szerencséjük van, hogy három ilyen játékos ki tudnak hozni, akkor ez óriási. Akkor nem tőlük kéne tanulni? Valakitől kéne tanulni már végre. Ugye itt mennek a hatalmas nagy tanfolyamok, UEFA, Pro, minden, amit el lehet képzelni. És a magyar futball még mindig csak stagnál. Mert az nem igaz, tehát úgy nem igaz, hogy megint ott vagyunk az Európa-bajnokságon, hogy milyen jó a magyar futball, nem. Ez, ami a magyar futballt, amit itt látunk, az annak a magyar futballnak 20-25 játékosa, több nincsen. Még mondok neked egy dolgot. A Mourinho szokta mondani nagyon sokszor, hogy a komputerek segítségével több száz munkalehetőség került a futball köré. Ez mind jó, de ha nem tudjuk használni az adatokat, akkor nem ér az egész semmit. És itt térek vissza arra a mondásomra, hogy az az ember, aki meg volt bízva, hogy a svájciakat nézze meg, elemezze ki, az mit csinált. Na, azt kellene számon kérni, hogy te, fiam, mit csináltál? Mert belevitte az erdőbe. Belevitte az erdőbe, és ezért nem tudtunk jobban játszani. Tehát ezek azok a dolgok, amikor beszélünk a futballról,
bevonunk olyan dolgokat a futballba, ami esetleg úgy néz ki, nem oda tartozik, de anélkül ma már nincsen futball. Jó, visszakanyarul az alaptéma, az idő mindjárt lejár. Akkor most a magyar labdarúgás hol van, és merre tart? De a magyar labdarúgás az nem lett jobb. Sőt, ahhoz képest, ahogy az előző Európa-bajnokságot abba hagytuk, ahhoz képest vissza van esve. Ezen a három meccsen, ezt a három meccset alapul véve. Fejlődés az semmi nincs. Meg kell neked mondjam, hogy közel egy évig szinte minden NB1-es csapatot láttam helyszínen. Minden NB1-es csapatot, volt amelyiket többször is. Az bajnokságunk nagyon alacsony színvonalú. Elsősorban azért, mert mindenki meg akar felelni. Senki nem mer egy új dolgot csinálni. Senki. Amikor nézem például a grúzok játékát, vagy a szlovákokét, a szlovákok úgy váltanak át védekezésből támadásba, olyan átmeneteket játszanak, amit Magyarországon még senkitől, egyetlen egy csapattól nem láttam. Hangsúlyozom, a válogatott csinálta egészen ennek az Európa-bajnoki selejtező sorozat végéig. De azóta eltett egy fél év, háromnegyed év, és nem fejlődtünk fölfelé, hanem inkább lefelé. Ennek az okát kell megtalálni. Le kell ülni az embereknek, le kell ülni beszélni, el kell mondani mindenkinek, aki természetesen erre alkalmas, elmondani, hogy mit, hogyan lehet csinálni. Az nem tovább lépési lehetőség, hogy még több pénzt szórok be. Igen. Értelek, csak hogy lehet rávenni az embereket arra, miközben ugye arról szóltak a hírek, hogy milyen régóta már veretlen a magyar csapat. Tehát mindenki elhitte, hogy legjobb úton vagyunk, hiszen veretlenek vagyunk. Erről beszéltem az előbb. Tehát ez túlértékelt. Tehát, hogyha itt van egy normális munkamenet a labdarúgó szövetségbe, akkor a labdarúgó szövetség ezt nem engedi ki a kezéből, hogy túlértékeljenek egy sikerszériát. Itt túl lett értékelve a sikerszéria, ráültek sokan olyanok, akiknek nem kellett volna. Az olasz edző magyarabb, mint a magyarok. Elvesztette azt az olasz jelleget, amivel kiemelkedett a többi edző közül, és innentől kezdve nincs miről beszélni. Most, ha véletlenül, és remélem, hogy még egy meccset tudunk játszani, én nálam az lesz a mérce. Nem tudom, kivel lehet játszani, nem tudom, nem figyelem annyira. Még senki mindegy, nem tud semmi akárkivel játszunk, az a meccs lesz a mérce. Fölfelé tudunk elindulni, vagy lefelé. Még akkor is, ha esetleg nem jutunk tovább. Mert itt az a nagyon nagy baj, hogy olyan túlértékelt dolgok vannak, ami a sport kereteiben már nem fér bele. Amikor nem lehet beszélgetni, anélkül a sportról, hogy a politikát ne vegyük bele, ott nagyon nagy baj van. A sport az egy különálló dolog. Annak megvannak a törvényei. És ha azt átrágjuk, akkor esetleg ilyen meccseket látunk, mint amit láttunk. Zárásként nagyon röviden, de erre kérlek reagálj, mert ehhez kapcsolódik, ami a Sport plusz fociban megjelent több nagy írótól, bocsánat, Mennyes Gusztáv, amit nem értenek. A sport ugye arról szól, hogy győzünk, veszítünk. És ha győzünk, akkor ugye annak megvan a maga körítése, hurrá, hangulata, minden. Amit nem igazából értenek ezek a nagy egykori szakemberek, hogy vereség után is ugyanúgy ünnepel a közönség, ugyanúgy tombol, mint a győzelemnek. Innentől kezdve, még nehezebben fogod tudni őket arra ösztönözni, hogy ne értékeld túl önmagadat. Ez a mondás az egy Hemingway-i mondás, hogy a sport megtanít mindenre. Megtanít arra, hogy győzzél, és megtanít arra, hogy veszítsél. Tehát megtanít mindenre. Na most, amikor a meccs, egy vesztes meccs után is éneklik a himnuszt, meg kimegyünk a szurkolók elé, na az már nonsense. Azt nem szabadna. Na de addig nem lesz az önértékelés, míg ez fog működni, egy vereség hatására. Erről beszéltem én, hogy amíg ezt központilag nem fogják visszavonni, ezt központilag nem fogják visszavonni, addig itt nem lesz önértékelés.
Hát hogy? Hogy mi, mire föl? Hát kikaptuk, és mégis onnak megyek, és halál boldog vagyok, meg hát szóval... Önnek az ne várjuk, akkor megyünk fölfelé, és fejlődünk, mint a grúzok például. Hát persze. Hát amit például a grúzok játékban produkálnak, az előtt én kalapodtam. Nem csak a grúzok, a szlovákok is. Este az a horvát-olasz meccs, ez nem lesz akármilyen, mert meg fogjátok látni. Nyernek a horvátok. Úgyis mindenki leöregezte az egész horvát válogatottat. Most épp azért most valamit újítanak. Időnk sajnos viszont lejárt. Nagyon sokat, nagyon jót, nagyon bölcs dolgot mondtál. Jó lenne már, odafigyelnének rád. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.